Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videóban a 21. század 100 legjobb könyvéről lesz szó. Nemrég látott napvilágot ez a könyves ranglista, amelyet a The New York Times tett közzé azzal a céllal, hogy megnézze, hogy a 21. század első 25 évében melyek voltak a legfontosabb és a leginkább emlékezetes könyvek. Ez egy elég nagy lista, 100 könyv szerepel rajta, és a lista összeállításában egyébként 503 személy vett részt, írók, kritikusok, könyves szakemberek, illetve ismertebb olvasók segítették a The New York Times munkatársainak munkáját ennek az örületes listának a kialakításában, és mindegyiküktől azt kérték, hogy nevezzenek meg 10 olyan könyvet, amely 2000. január 1-e után jelent meg, és ők a legfontosabbnak tartanak az elmúlt 25 évből. Az 503 zsűritag közül egyébként 52-en saját névvel is vállalták a 10-es listájukat, és olyan írók szerepelnek közöttük, mint Carl Uwe Knausgård, Stephen King, Anthony Doerr, Riley Sager, Alma Katsu vagy Nick Hornby. A listát átböngészve nekem két dolog szúrt szemet. Az egyik az, hogy a 100 könyv közül mindössze 64-et olvashatunk csak magyarul, és ha megnézzük azt, hogy miket fordítottak le magyarra, akkor nagyon sok olyan könyv, amely 2000 és 2010 között jelent meg, annak nincs magyar fordítása, és nekem ez azt mutatja, hogy mintha 2000 után a kortárs amerikai irodalom fordítása egy kicsit ilyen leszálló ágba került volna. Aztán 2010 után sokkal jobb a helyzet, és inkább lépést tart a magyar fordítás és a magyar könyvkiadás az amerikai piaccal és trendekkel, és egyébként az is jellemző, hogy nagyon sok vagy több olyan könyvet, amely a 2000-es években nagy sláger volt, vagy nagy remek mű volt, ezt 2010 után fordították le, és akkor találkozhatott vele a magyar közönség. A másik dolog, ami egyébként engem sokkal inkább megdöbbentett, az a fordításoknak az aránya. A 100 könyv közül mindössze 13 olyan könyv szerepel ezen a listán, amelyet eredetileg nem angol nyelven írtak, hanem a világ más nyelvein, vagy a világ más területéről származó íróktól származik. Szerintem ez döbbenetesen kevés, vagy kis arány, vagy kevés szám. És azt mindig is tudtam, vagy hallottam már sokfelől, hogy az amerikai, illetve az angol szász világban elég kevés a fordított műveknek az aránya, de hogy ennyire kevés legyen, az őszintén szóval engem eléggé ledöbbentett. De ha már itt tartunk, akkor szeretném is felsorolni azt a 10 nem angol szász szerzőt, akinek sikerült felkapaszkodnia erre a listára, és jó hír, hogy van két olyan szerző is, aki nem csak egy könyvvel szerepel rajta. Kezdem a latin-amerikai szerzőkkel, mindössze 3-an kaptak helyet ezen a 100-as listán, 2 chilei és 1 mexikói szerző van köztük. A lista 83. helyére sikerült feltornáznia magát egy chilei szerzőnek, ő nem más, mint Benjamin Labatut, és az Amikor nem értjük többé a világot című könyve. Ez egy non-fiction, amelyben Labatut olyan tudósoknak az életével és munkásságával ismerteti meg az olvasót, akiknek a felfedezései óriási hatással voltak a tudományra, de ugyanakkor óriási erkölcsi dilemmák elé is állították az emberiséget. 82. helyen a mexikói Fernanda Melchor végzett a Hurrikánok évada című könyvével. Ezt a könyvet én is olvastam, és nagyon szerettem, bár nagyon nehéz könyv, nagyon nyomorúságos emberi sorsokat mutat be, nagyon trágár szövege van. Ez a könyv egyébként a Könyvekkel a világ körül könyvklubunknak a latin-amerikai hónapjában, illetve a mexikói hónapban közös könyv volt, és van is róla egy élő kibeszélő a csatornán, úgyhogy ha bővebben érdekel benneteket ez a könyv, akkor megtaláljátok a linket a videóhoz a leírásban. Van egy másik világhírű chilei szerző, aki két könyvvel is szerepel ezen a listán, ő nem más, mint Roberto Bolaño, és 38. helyen végzett a Vadnyomozók tőle. Bolaño másik monumentális nagyregénye, a 2666, még előkelőbb helyen végzett, befért ugyanis a top 10-be, és a 6. helyen zárt. Az ázsiai írók közül mindösszesen egyetlen egy szerző fért fel a 100-es listára, ő nem más, mint a dél-koreai Han Kang, és 49. helyen végzett a Növényevő című regénye. 6 európai szerző is felfért a 100-es listára, a felük egyébként irodalmi Nobel-díjas szerző, a 78. helyen például Jon Fosse található a Szeptológiájával, 72. helyen végzett Svetlana Alekszijevics az Elhordott múltjainkkal, és 37. lett a francia Annie Ernaux az Évekkel. Ezen kívül felfért még a listára a dán Tove Ditlevsen,
a 71. helyre került a Kopenhága trilógiával, ami azért fura egy picit, hiszen a Kopenhága trilógia, amit egyébként magyarul is lehet már olvasni, a 70-es években íródott, Tove Ditlevsen memoárja tulajdonképpen, és hát mint ilyen semmiképpen sem nevezhető 2000 utáni irodalomnak, viszont a listán 2021-es év van megjelölve hozzá, tehát valószínűleg ekkor készült el a fordítás, és így kerülhetett a listára. A top 10-be egyébként három nem angol száz szerzőnek sikerült beférkőznie, ketten egyébként közülük európaiak, és közülük is a 8. helyen a német Zébád végzett Austerlitz című regényével. És jöjjön a nagy nyertes a nem angol száz szerzők közül, Elena Ferrante három regényével is szerepel a 100-as listán, 92. helyen végzett az Amikor elhagytak című regénye, 80. lett az Elveszett gyerek története, és első helyen végzett a Brilliáns barátnőm. Szeretnék nektek erről a listáról konkrét könyveket is ajánlani, és jöjjön 7 könyv, amit már olvastam, illetve 3 olyan, amit a lista alapján szeretnék elolvasni. A lista 50. helyén található Hernán Díaztól a Bizalom című könyv, amely 2022-ben jelent meg, és abban az évben Pulitzer-díjat is kapott. Ez a könyv az 1920-30-as években a nagy gazdasági világválság idején játszódik, illetve azelőtt egy picivel játszódik, és a főszereplője egy bankár és a felesége, akik a gazdasági világválság előtt hihetetlen vagyonra tettek szert, illetve még hihetetlenebb, hogy a világválság során sem vesztették el a vagyonukat, hanem sikerült ezt megsokszorozniuk, és tulajdonképpen erről szól ez a történet, viszont 4 nagyon érdekes az elbeszélés mondja, hiszen 4 könyvből áll össze a történet, és minden 4 könyv valaki másnak a szemszögéből mesél. A 4 olvasat pedig tökéletesen felülírja egymást, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a végén, hogy kinek lehet hinni, és kinek nem, és tulajdonképpen mi is az igaz ebből az egészből. Donna Tartt Aranypint című nagyregénye a 46. helyen végzett, amely nagyon érdekes felnövés történet egy 13 éves fiúval a középpontba. Legalábbis 13 éves Theo, amikor a történet elindul, és az egész úgy kezdődik, hogy az édesanyjával bemennek egy múzeumba, ahol bombamerényletet hajtanak végre. Ebben a merényletben Theo édesanyja meghal, és ő pedig az Aranypinty című képpel kísért el a múzeumból. Édesanyja halála és a kép ellopása eléggé meghatározzák Theo további sorsát, és a regény napjain azt látjuk, hogy kihez kerül ez a fiú, és hogyan éli mindennapjait, és mi történik vele. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a nagy regény, nagyon jól építi a karaktert és a cselekményt Donna Tartt, úgyhogy élvezet volt olvasni, de tényleg egy monumentális mű, több mint 800 oldal. Szintén monumentális nagy regény, de nagy élmény olvasni a 24. helyzetet, amely nem más, mint Richard Powers-től az égig érő történet. Ez a könyv 9 szereplő, hol szorosabban, hol lazábban összefonódó története, amelyben a fáknak is fő szerep jut, vagy ugyanolyan fontos szerep jut, mint az embereknek. És nagyon különleges a narrációja a könyvnek, hiszen úgy épülnek fel a fejezetek, mint a fáknak a részei, és külön fejezet van a gyökérnek, a törzsnek, a lombnak és a magoknak. Szóval nagyon-nagyon különleges élményt nyújt, érződik benne a természet tisztelete, és a természet védelem iránti elköteleződés a könyvben. Úgyhogy, ha szeretnétek a fákról egy nagyon különleges könyvet, történetet olvasni, akkor az égig érő történet minden bizonnyal az lesz. Bár a top 10-ben nem került be, elég előkelő helyen zárt Cormac McCarthy is az Út című disztópiájával. 13. lett a 100-ból ez a könyv, amely 2006-ban szintén Pulitzer-díjat nyert. McCarthy ebben a könyvében egy borzasztó disztópikus világot fest le, ahol már semmi élhető nincs a világban egy szörnyű katasztrófa után, amit nem tudunk meg, hogy micsoda, és minden elveszett, ami valaha a civilizációt jelentette az embereknek, és egy apát és egy fiút látunk vándorolni ebben a kietlen pusztaságban, ahol az emberiségből már csak borzasztó nyomok maradtak, és nagyon elvadult mindenki. Szóval egy rettentően lerombozó és elszomorító könyv, de letehetetlen olvasmány. 7. helyen végzett egy nagyon népszerű afroamerikai szerző, akinek szerencsére több regényét is olvashatjuk már magyarul. Ő nem más, mint Colson Whitehead, és a Föld alatti vasút lett a 7. Ennek a történetnek a középpontjában az amerikai rabszolgaság áll, egy nagyon egyedi szemszögből elmesélve. A főhőse egy lány, egy rabszolga lány, a georgiai ültetvényeken él, és nagyon-nagyon rossz helyzetben van. Szeretne elmenekülni az ültetvényről, illetve a gazdái elől, és segítségére érkezik a Föld alatti vasút, amely egy titkos szervezet,
akik rabszolgákat menekítenek délről északra. A lista angol száz könyvei közül én elsősorban a Pulitzer-díjas regényeket olvastam, úgyhogy mind az öt előbb hallott könyvről már készült videó a csatornára, hiszen a Pulitzer-díjjal külön videóban foglalkoztam. Ennek a linkjét is megtaláljátok a leírásban, ott bővenben beszélek mind az öt könyvről, illetve öt másikat is mutatok mellé. Jöjjön két másik könyv is a listáról, amelyek nem Pulitzer-díjasok, viszont olvastam őket. 41. helyen az ír Claire Keegan végzett az Ilyen apróságok című kis regényével. Ez a történet a 80-as évek Írországában játszódik, karácsony este, és a főszereplője egy kereskedő, aki szénnel és fával kereskedik, és egy tisztes polgári életet él, van öt lánya, felesége, egyébként egy nagyon rossz körülmények közül induló emberről van szó, aki azért megtalálta a maga szerencséjét, és egy megbecsült tagja lett a közösségnek, ahol él. Szóval ez a férfi karácsony napján is dolgozik, hiszen szénre és fára akkor is szükség van, sőt talán akkor a legnagyobb szükség, és ő maga szállítja ki a megrendeléseket, így jut el az apáca zárdába is, amelynek van egy javítóintézet része, ahol olyan lányokat tartanak fogva tulajdonképpen, vagy tartanak büntetés alatt, akik vagy megesett lányok, vagy valamilyen vétséget követtek el, vagy egyszerűen csak feleslegesek voltak a szüleiknek, vagy a környezetüknek, és beküldték őket az apácazárdába, akik ilyen kényszermunka tábor jelleggel dolgoztatják őket, jellemzően egyébként a lányokat mosodákban dolgoztatták, és erről a történetről, vagy erről szól ez a történet, hogy ez az ember meglátja az apácazárdáknak ezt az oldalát, amit eddig nem látott, vagy nem vett róla tudomást, és innentől kezdve pedig nem hunyhatja be a szemét. 14. helyen végzett egy kanadai női szerző, Rachel Cusk, méghozzá Körvonal című könyvével. Ez egy trilógia nyitó darabja, a Körvonal trilógiájé, és egy autofikciós mű tulajdonképpen, amelynek a főhőse egy női szerző, egy író, aki ebben a részben egy író, kreatív írótáborba tart Görögországba, ahol ő mint előadó van jelen, és a fejezetek lapjain azt látjuk, hogy hogyan keveredik beszélgetésbe barátokkal, ismerősökkel, ismeretlenekkel, és közben nagyon halványan, szinte egy körvonalaiban, de tényleg nagyon halványan felsejlik a múltja és a jelene is. Úgy vettem észre, hogy ez a könyv eléggé megosztó, én is inkább a fanyalgók táborát erősítem, vagy legalábbis a történet engem annyira nem kötött le, viszont Rachel Cusk stílusát nagyon-nagyon szerettem, és szerintem bravúrosan ír, úgyhogy biztos, hogy fogok még vele próbálkozni, de egy picit nekem ezek a beszélgetések üresek voltak. Végezetül jöjjön három olyan könyv, amelynek elolvasásához ez a lista hozta meg a kedvemet, és remélem, hogy egyszer el fogom őket olvasni. Az első ilyen sajnos nem jelent meg magyarul, emiatt nagyon szomorú vagyok, mert egy 2001-ben megjelent regényről van szó, szóval nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ez valaha megjelenik, bár tavaly a belőle készült film Oscar-díjat nyert, úgyhogy esetleg még van rá remény, hogy valamelyik kiadó lát fantáziát ebben a regényben. Ez pedig nem más, mint Percival Everettől az Erasure című könyv. Tavaly ebből készült az American Fiction című film, amit én nagyon-nagyon szerettem. Ha tehetitek, nézzétek meg, azt hiszem, hogy a Prime oldalán lehet streamelni. És nagyon-nagyon szerettem ezt a történetet. Egy igazán ütős, provokatív társadalomkritika, amelyben a rasszizmus és az irodalom egy nagyon fontos szerepet kap. A történet főszereplője egyébként egy afroamerikai író, aki írt már jó pár könyvet, de olyan nagyon nagy sikert nem ért el az olvasók körében, és egy irodalmi konferencián rádöbben arra, hogy a fehér mainstream olvasó az valójában egy afroamerikai szerzőtől a gettóról akar olvasni, káromkodásokat akar a szövegbe, és valamiféle nyomorpornót akar látni és olvasni, és brahiból megír egy ilyen történetet, és óriási sikert ér el. Szóval ez nagyjából a gócpontja ennek a történetnek, de hát nagyon-nagyon sok társadalomkritika van benne. A könyvkiadásról, az irodalomról és a rasszizmusról is. Két olyan szerző van, aki három könyvvel is szerepel ezen a listán, ezek közül az egyik Elena Ferrante, akiről már volt szó a videóban, a másik pedig egy amerikai szerző, egy általán egyáltalán nem ismert, vagy soha nem hallott amerikai szerző. Ő nem más, mint George Saunders, és ezért is keltette fel az érdeklődésemet az ő neve. Mindösszesen egyetlen egy könyvet lehet tőle olvasni magyarul, ez a könyve viszont a 18. helyen zárta a 100-as listát. A könyv nem más, mint a Lincoln és a Bardo, amely 2017-ben Booker-díjat nyert. A molyos adatlap alapján rengeteg címke van ezen a könyvön, a fantasy-től kezdve minden máson át. Az alapszituáció egyébként valóságos, hiszen ez a történet az amerikai polgárháború kitörésének idejében játszódik, és a szereplői valóságos történelmi alakok, hiszen Lincoln elnök fia
a történet főszereplője, Willy, aki ebben az időben nagyon súlyos betegséget kapott, és meg is halt, és tulajdonképpen az ő purgatóriumi útját követjük nyomon, és egy temetőben játszódik az egész történet, amely egy idő után átcsap ilyen fantasy-szerű valamibe. Nagyjából ennyit lehet tudni fűszereg alapján, mindenesetre engem felcsigázott ez a történet, illetve George Sanders is, hogy ki ez a szerző, aki háromszor is szerepel ezen a százas listán. Az utolsó könyv, amire felfigyeltem a listán, az nem angol száz szerző műve, hanem egy német szerzőjé, aki bekerült a top 10-be a 8. helyen, ő nem más, mint Zébald és az Austerlitz című regénye, amelyben egy olyan főszereplőt követünk, Jacques Austerlitzet, aki nagyon érdeklődik az építészet iránt, és az ő élettörténetét tárja fel ez a könyv. Ő egy velszi lelkész családban nőtt fel, de nem ebbe a családba született, hanem a II. Világháború alatt ő is tagja volt annak a gyerektransportnak, amelyben a náci Németországból és a megszállt területekről gyerekeket menekítettek Angliába, és kerültek befogadó családokhoz, és Austerlitz is csak nagyon későn tudja meg, hogy mi a saját története, kik voltak a szülei, és mi a múltja, és erről szól ez a könyv. Remélem hasznos volt számotokra ez a videó, és megnézitek ti is ezt a százas listát. Biztos, hogy fogtok találni olyan könyvet, amely felkelti az érdeklődéseteket, hiszen ezeknek a listáknak ez a legnagyobb vonzereje, vagy tulajdonképpen a célja is, hogy kedvet csináljon a könyvekhez. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ma is, és megnéztetek ezt a videót. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!